Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Nagy szeretettel köszöntlek benneteket, gyerekek. Örülök, hogy ismét itt lehetünk Isten igéje mellett. Én nagyon szeretem Isten igéjét olvasni, és az az igazság, hogy gyönyörű szép történetek vannak a Bibliában. Emlékeztek? Nem olyan régen Illésről beszéltünk, aki a Kidron patakja mellett ült, Isten gondviselő szeretete, mert részesült, mert a hollók hozták a nagy húsokat neki kétszer egy nap, reggel is, este is, és aztán még ugye a patakból tudott inni. Igen, ám csak tartott a szárasság, és kiszáradt a patak, és megígértem nektek, hogy folytatjuk a történetet, ott, ahol abba hagytuk. Tehát ott tartottunk a legutóbb, amikor Illésről beszélgettünk, hogy Illés látta, hogy kiszárad a patak, és türelmesen várt. Nem ment el onnan. Volt az idő, nem volt vize, csak várt és várt. Ti mit csináltok ilyen helyzetben? Tudtok várni? Vagy türelmesek vagytok? Vagy türelmetlenek? Toporzékoltok, hogy ti itt nem maradtok? Illés csendbe várt. Vajon kire várt? Vagy mire várt, hogy majd zúgni fog a patak a sok víztől? Nem. Ő az Úrra várt, hogy az Úr majd megmondja, hogy ő mit tegyen, hova menjen, hol van a helye. Ez is történt. Istenre várt addig, hogy az Úr újra szóljon neki. Illés ismerte az Úr halk és nagyon szelíd hangját. Ezért is volt csendben, mert ha valaki nagyon lármázik, hangos zenéket hallgat, netán kiabál, a maga igazát keresi meg, veszekszik, az nem tudja meghallani az Úrnak a halk és szelíd hangját. De Illés ismerte, és egyszer csak hallotta, hogy az Úr szólt hozzá. Illés! Illés! Uram, te vagy az? Mondta Illés. Hallom a szavadat. Mit kell tennem? Az Úr pedig azt mondta. Eredj el Sareptába! Ó, Uram, jól hallom? Sareptába? No, én oda nem akarok menni. De hát miért nem, Illés? Mert az egy pogány, város, Föniciához tartozik. Ott nem hisznek az emberek. Ott bálványokat imádnak. Csúnyán beszélnek. Jaj, Uram, messze is van. Az Úr pedig nagyon halkan azt mondta. Menj Illés Sareptába, mert ott megparancsoltam egy jó szívű özvegyasszonynak, hogy gondoskodjon rólad. És tudod, én nem csak rólad gondoskodom. Ott is nagy a szárasság Sareptába. Az emberek ott is éheznek, szomjúhoznak, fájdalmaik vannak, lefogytak. Őróluk is akarok gondoskodni, mégpedig úgy, hogy oda küldelek, hogy ismerjék meg az egyedül élő Isten, aki minden hatalom menjen is földön. Illés nagyon csendben volt. Mondta, Uram, bocsásd meg, hogy nem értettem meg a te szavadat, bár hallottam, hogy szólsz. Jól van, Uram. Indulok. Megyek Sareptába. És akkor Illés elindult, és elérte Sareptát. Nagyon meleg volt, nehéz volt menni. Este fele ment, de tudta, hogy
hogy oda kell addigra érnie, mert a hatalmas városkaput sötétedés előtt bezárják. És akkor ő hiába ment sareptába, nem fog tudni bemenni, és egy napot veszik. Éhes is volt, szomjas is volt, de odaért a városkapuhoz. Még nem zárták be, ott álltak a katonák, és ahogy a Millés átment a kapun, hálát adott Uram, ide értem idejébe, muszáj volt este fele jönnöm, mert nagy volt a meleg, így is ki vagyok száradva. És ahogy átment a kapun, ott volt egy asszony, aki fát szedeketett, a ruhájáról látta a gyözvegy asszony, mert ők sötétebb ruhába jártak, és éppen a hátára akarta tenni a facsomót, amikor Illés megszólította, és azt mondta neki, hogy hozzál nekem egy kevéske vizet valami edénybe, hogy igyam. Az asszony pedig nagyon jó szívű asszony volt, sokat szenvedett. Nem volt férje, mert meghalt, és nem nagyon volt semmije. De ha egy vándor vizet kér tőle, akkor ő elment, hogy valami kevéske vizet hozzon. Nagyon szolgálatkész volt tőletek, ha valaki kér valamit, akkor első szóra megteszitek? Vagy többször el kell mondani, mert kicsit rosszul hallottok? És megosszátok, amitek van? Ennek az asszonynak biztos nem sok vize volt, de egy edénybe elindult, hogy hoz Illésnek vizet. És akkor, ahogyan elindult, Illés utána kiáltott, kérlek, hozzál nekem egy kis kenyeret is a kezedben, ha már hozod a vizet. Az asszony nem tiltakozott. A szívében érezte, hogy ezt meg kell tenni. Ti is meg szoktátok érezni, hogyha valakinek adni kell, le tudtok mondani a szükségetekben, vagy arról a kedvenc dologról meg tudjátok osztani? Ez az asszony visszaszólt ő is Illésnek, és azt mondta az özvegyasszony végső elkeseredésében, hogy elfogytak a tartalékaim. A vékában csak egy nagyon kevés lisztecske van, és van egy kis korsom, és annak az aljában van egy kevéske olaj. És tudod, azért szedegettem, tudod, te idegen, mondta Illésnek, azért szedegettem a fát, hogy majd hazaviszem a fát, meggyúrom ezt a kis lisztet az olajjal, sütök belőle pogácsát, és megesszük a fiammal, és utána már nincs több, elkészültünk a halálra. Illés nagyon megdöbbent, és azt mondta neki, na menjél csak, sűsd meg, gyúrd meg azt a pogácsát, és sűsd meg, és hozd ide, de ha megsütötted, először nekem hozzál, és nekem adjál. Mit gondoltok, Illés önző volt? Elette a pogácsát? Az asszony és a kisfia elől? Nem. Illés nagyon jó lelkű ember volt, de ez az Úr szava volt. Mert azt mondta Illés ennek az asszonynak, azt mondja az Úr, hogy a vékabeli liszt nem fog elfogyni, sem a korsóbeli olaj, míg az Úr nem ad esőt a földre. Ez volt Isten ígérete. Az asszony elgondolkozott, ment hazafele rőzsével a hátán, és elgondolkozott, Isten szólt hozzá. És ő elhitte, amit az Úr mondott.
hogyha ő ad ennek a vándornak, mert nem tudta, hogy próféta, de azt sejtette, hogy Isten szolgája lehet. Ha ő ad, és először az Úrnak ad, hogy amit az Úr mond, az beteljesedik. Isten soha nem azt kéri tőled, meg tőlem, amink nincs, hanem azt a keveset, amit van, azt oszd meg az embertársaiddal Isten nevébe. Adjál a finom ennivalódból, uzsonnádból annak, akinek nincs, aki anélkül ment mondjuk az iskolába. Ez az asszony hazament, a kisfiam nagyon éhes volt. Azt mondta neki, anyukám, gyúrsz pogácsát? Hú, de jó lesz! Oda könyökölt az asztalra, ahogy az asszony a méhikából kiöntötte az utolsó lisztecskét, ahogy ráöntötte az olajat. Tudjátok, hogy kell pogácsát gyúrni, kell bele egy kis jó olaj, zsiradék, hogy az összeálljon a liszt. És azt gondolta, anyukám, segítek befűteni a sparheldba, hogy minél hamarabb megsüljön, hoztad a rőzsét. És aztán az asszony csak gyúrt, egy szót se szólt. Kiszaggatta, aztán beletette a tepsibe, és nagyon finom illata volt. A kisfiúnak a nyála itt elkezdett folyni. Annyira kívánta. Az asszony pedig nagyon ügyelt rá, hogy meg ne ígjen, hogy egy falat sem menjen tönkre, hiszen már nem kettőjüknek, hanem hármójuknak kellene ez a kis kicsi tepsiben sült pogácsa, ennivaló, és megsült, szép piros lett. Szeretitek a pogácsát? Ó, nagyon finom ám az. Majd kóstoljátok meg, anyukátok is tud nektek pogácsát sütni. És akkor a kisfiú gyorsan odakapott, hogy kikapja az első pogácsát. Az anyuka pedig szépen megfogta a kezét, és azt mondta, először nem te kapsz. De mindig nekem szoktad adni az elsőt, nekem az jár, mondta. Az anyuka azt mondta, kisfiam, most először az Úrnak adunk, Isten szolgájának. Elvisszük és odaadjuk neki, és utána majd mi is eszünk, nekünk is lesz. Nyugodj bele, Isten szeret minket. Ő gondoskodik rólunk, és azt mondta, hogy nem fog elfogyni, ha neki adjuk az először. A vékabeli liszt sem, a korsóbeli olaj nem fog megkevesbedni, majd meglátod. Hát a kisfiú megfogta az édesanyja kezét, és elvitték a finom pogácsát, és illés evett belőle, majd aztán eljött a házukba. És az a csoda történt, amit Isten megígért, mert hitték, hogy nem fogyott el. Másnap elővette az asszony, hát most Illés is a vendégük, ez a vándor Isten szolgája, hát látja, hogy ugyanannyi van a vékába, mint amennyi tegnap volt, pedig sütött belőle. Éj, a korsóba is van annyi kis kevés olaj, amivel ma is meg tudom sütni. És megsütötte. Illésnek adott először a kisfiú, úgy vitte oda, egyél csak, mert tudta, hogy Isten megáldja a házukat, mert befogadták Isten szolgáját, mert hogy az elsőt odaadták. Aztán jöttek a rokonok. Nekik is jutott. Aztán a szomszéd öregasszony is rátámaszkodott a botjára, tudsz adni egy kicsit, hogy ne tudnék. Végén egész sarepta oda járt egy pogácsáért, egy kis ennivalóért, hogy életbe maradjanak. És egész sarepta megismerte, hogy egyedül az Úr az élő Isten, hogy a bálványok nem segítenek.
Csodálatos dolog ez. Áldott a mi Urunk, gyönyörű ez a történet. Na majd még megígérem, hogy fogjuk folytatni, mert a Bibliában van még ennek folytatása.